Szinte egy perc nyugta sem volt a Mikulásnak, a gyerekek szó szerint körbevették a belvárosban a nagy szakállút. A bátrabbak énekeltek is neki, és persze megköszönték mindazt a sok ajándékot, melyet a csizmájukba csempészett. Este, amikor mentünk fel, akkor már ott volt, hát kaptunk egy ilyen csokoládét, amihez volt püst, kaptunk egy ilyen mesekönyvet, meg télapós csokit, én megrajzoltam neki egyet, de azt elvitte. Remélem tetszett neki. Évről évre várják a kicsik, hogy láthassák a télapót, akinek legalább akkora élményt jelentenek ezek a találkozások, mint a gyerekeknek. A szeretet a legfontosabb ebben a témában, és az a szeretet, amit a gyerekek éreznek az iránt, a lény iránt, akit a Mikulás személyesít meg, ugye, az valami hihetetlen. Vannak olyanok, akik megölelnek, vannak, akik megpuszilnak, sőt, a szülők biztatják erre a gyerekeiket. Kelet széllel érkezett, és nem beszélünk sokat. Azt mondtam, még megfordul a szél, kezdtünk maradt. A Városház téri színpadon a Hétvezér iskola karácsonyi műsora után a zenéjé volt a főszerep. Mics Péter és zenekara készült Mikulás műsorral az adventi forgatagban sétálók számára.